Hosszú évek óta hagyomány a Rákosmenti Csillagszem óvodában, hogy bált rendeznek az odajáró gyermekek és azok szüleik számára. Az elmúlt három esztendőben a vírus helyzet miatt erre nem volt lehetőség, ezért ennek a tradíciónak a felélesztéseként március 4-én tavaszköszöntő ünnepséget szervezett a Kisgyermeknevelő Intézmény, ahol színes programokkal várták a résztvevőket. Mi a gyerekekre alapozzuk az egész bál programjait. Két kicsi táncos csoportunk van, akik is rövid kis bemutatóval készültek, és hát mint a kerület szerintem már egyre többen tudják a kerületbe, hogy nemzetiségi nevelés is folyik az intézményben, nemzetiségi tánc is lesz, és mi felnőttek is fellépünk egy nagyon-nagyon vidám, jókedvű és nagyon hangulatos, tehát nem tudok több jelzőt mondani, nagyon jó kis tánca, úgyhogy azt hiszem, hogy ez lesz az est fénypontja. Mindemellett finom falatokkal, tombolával, zsákbamacskával és csillámtetoválással is kedveskedtek a szervezők. Az eseményen tiszteletét tette Horváth Tamás polgármester is, aki elmondta, a jó hangulatú, közösségépítő rendezvényen túl a tavaszbál jó alkalmat ad arra, hogy az óvoda német nemzetiségi nevelés projektjét népszerűsítse. Ez egy különlegesség az óvoda részéről, hogy egy német nyelvű oktatás is folyik itt, és biztatom azokat, akik ilyen irányba szeretnék a nebulókat terelni, hogy nyugodtan jöjjenek ide, hiszen innen majd a közelben lévő Újlak utcai általános iskolában, ami szintén kéttonnyelvű, talán egyenes az út odáig. A nap folyamán többféle tornász és táncos bemutatóra is sor került. Ilyen jellegű programot pedig a tervek szerint jövőre újfent megrendeznek majd a létesítményben.